áldásos élet. A Bódi Barbara és Peller Károly által dalba foglalt igazságot különösen a szépkorúak tudják nagyra értékelni. A Momkult színház termében az idősek világnapja alkalmából tartott ünnepi műsor csupa olyan operettslágerből állt, amelyet a nézők nagy része maga is együtt dúdolt az előadókkal, és a tetszési index a tapsok intenzitását hallva maximális volt. A kerület polgármestere természetesnek tartja ugyan a megemlékezést, de Pokorni Zoltán azt mondta, hogy a kerületben szerencsére nem csak ilyen alkalmakkor kell az idősek fejével gondolkodni, az ő érdekükben tenni. Ennek az az oka, hogy a hegyvidéken 10-15 évvel tovább érnek az emberek, mint bárhol az országban. A mi dolgunk az, hogy ez a 10-15 év ez a lehető legaktívabban, legörömtelibben adassék meg minden itt élő idős embernek. Hát elég sok programot találunk ki ehhez. És természetesen igyekszünk megtanulni azt az előttünk járóktól, hogy hogyan kell boldognak lenni az életben, hogyan kell elfogadni az élet alakulását, múlását. A Bódi Barbara, Újhelyi Andrea és Peller Károly által előadott operett gála mellé a hegyvidéki szépkorúak egy ajándék csomagot is kaptak. Ünnepélyes keretek között lerakták a Kárpát-medence múltbéli élővilágát bemutató Pannon Park alapkövét a fővárosi állat- és növénykertben, így a munkálatok is elkezdődhetnek a területen. Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere hangsúlyozta, 21. századi kikapcsolódást nyújtó közösségi létesítményt hoznak létre az egykori Vilánpark területén. Minden, ami itt készül, a családoknak készül, a gyermekek és szülők közös szórakozásának a helyszíne kell, hogy legyen mindez, lesz itt játszótér, sportpálya, zöld területek, és ezeknek köszönhetően friss-frissebb levegő, és lesznek olyan intézmények is, amelyekben a szórakozás közben nagyon sokat lehet majd tanulni. Az év 12 hónapjában nyitva tartó, a természeti környezetet klimatikus viszonyaiban és látványában is felidéző élő, organikus tér jön majd létre, ami különleges növények és állatok élettere, egy élő ökoszisztéma lesz, ha úgy tetszik. A különleges park az eddigieknél sokkal több zöld területet is ígér, hiszen a beruházás 5 hektáros területéből 4 hektárt korábban beton fedett, ám a Pannon Parkban itt is különleges flóra fogadja a látogatókat, és itt alakítják ki Közép-Európa legnagyobb akváriumát. Rengeteg élmény, érdekesség lesz, hát nyilván olyanok, amelyek egy állatkerthez illenek, de ezen túl nyújtózkodóan is olyanok, amelyek egy kellemes családi időtöltésnek a feltételei. Az új park területén 700 férőhelyes parkoló és egy új kiszolgáló zóna is épül. Európa egyik legmodernebb ismeretterjesztő ökoparkja várhatóan 2020 végére készül el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Kerékpáros Klub hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a fenntartható közlekedési módok terjedése, a kerékpározás feltételeinek és a közlekedési kultúra országos javítása, valamint a kerékpárral rendszeresen közlekedők számának bővítése érdekében. Révész Máriusz kormánybiztos megígérte, hogy a közeljövőben többet foglalkoznak a kerékpározás feltételeinek javításával, és gyorsítják a fejlesztéseket. 8,5 milliárd forintot kap uniós forrás a fővárosi önkormányzat útvonal fejlesztésre, úthálózat fejlesztésre. Ebben nagyon sok minden szerepel, amivel a polgármesterek megállapodtak egymás között, de ezen kívül fontosnak tartom kiemelni, hogy az Euróvelo útvonalak azok el fognak érkezni Budapest határáig, tehát a Duna mentén, a Budapest-Balaton kerékpárút, vagy az a kerékpárút, ami Gödöllő-Eger-Tiszható irányába fog elmenni. A kerékpáros klub elnöke a beruházások mellett a szabályozók modernizálását is sürgette. Civilként egy nagyon fontos munka az, hogy azt, amit szeretnénk és tudunk, hogy működik külföldön, Nyugat-Európában, kerékpáros városokban vagy országokban, azokat meghonosítsuk, és Magyarországon is valahogy áttoljuk a törvényhozáson, államigazgatáson, és ez egy nagyon nehéz folyamat minden alkalommal. Jövő tavasszal újraindítják a kerékpáros közlekedést ösztönző Bringázza munkába elnevezésű kampányt is, amelyben az elmúlt években már 8-10 ezer ember vett részt.